Nem véletlen az, hogy ma Nyugat-Európa és Közép-Európa a migráció ügyében másképp gondolkodik és más döntéseket hoz. Lehetett ezt első megközelítésben valami fajta trükknek, valami fajta aktuálpolitikai taktikázás részének tekinteni, ahogyan mi az önvédelmet, a kulturális önvédelmet, a szuverenitásunknak a védelmét helyeztük erőtérbe, de minél inkább előre haladunk az eseményekkel, előre haladunk az időbe, annál nyilvánvalóbb, hogy nem lehetett más reakciója azoknak az országoknak erre a nagy kihívásra, a migráció kihívására, mint amilyen válasz született, és amiben egy olyan típusú visegrádi, kelet-közép-európai egység jött létre, amire nem volt példa az elmúlt, hát 100 évben biztos nem. Visegrádban még annak idején volt erre példa. Tehát az erős nemzeti kultúra az egy olyan összetartó erő, amiből gazdasági sikeresség lesz, ad egy sorvezetőt, segít megfogalmazni a nemzet önazonosságát, hiszen saját kultúra nélkül az, hogy nemzet, az értelmezhetetlen. Erre bizony ma nagyon nagy szükség van, mert csak az erős nemzeti kultúrával tudjuk Európának a kultúráját megvédeni, és hogyha van valami fajta európai kulturális identitás, akkor annak egészen biztosan, szerintem van, egészen biztosan az egyik nagyon fontos jellemzője a nemzeti kultúrának az erőssége. A nemzeti kultúrák erőssége, amikor összeadódik, abból lesz erős európai kultúra, európai kulturális identitás.